Sikert aratott az elmúlt hétvégén a 10. kisküküllő labdarúgó teremtorna Szovátán. Több településről érkeztek csapatok, hogy összemérjék tudásukat és barátságos mérkőzéseket játszanak egymással. Hogyan készítette fel a csapatát erre a mérkőzésre, a mérkőzésekre? Hát fel vagyunk készülve, nagyon jól felkészültek a játékosok, és úgy is jöttünk a turnéra, hogy meg is akarjuk nyerni. Fiatalok, én vagyok az edzőek, én vagyok a rendező, a szervező is, és még be is állok játszani néha-néha. Heti hány edzés van a csapatnak? Nincsen edzés, de hetente kétszer járunk focizni egymás közt, kedden, pénteken, meg van bajnokságot is játszunk Marosvásárhelyen a weekenden. Csak annyi, hogy az nem teremben játszódjuk, hanem műfűves pályán, nagy labdával. Egész más foci. És egy-egy ilyen meccs előtt mit mond a csapatának, mit ajánl, mire biztatja őket? Hát biztatom, hogy jobb, ha nem tudjuk megnyerni a meccset, akkor legalább ne kapjunk ki, és harcoljunk, és a védekedés a legfontosabb a minifociba, főleg a teremjátékba. Hát ugye minden évben egy baráti társaság és az önkormányzat, a Szovátai önkormányzat szervezésébe sor kerül a kisküküllő kupára. Az idén a 10. alkalommal szerveződött, és Maros megye, Hargita megye, sőt még Besztercéről is érkeztek csapatok. 17 csapat vesz részt ezen a tornán. Ami itt fontos és kihangsúlyozom, hogy egy profi teremjátékos, teremfutszálós játszhatott a pályán, és elég színvonal a csapatok gyűltek össze, elég nehéz torna, és reméljük, hogy mindenki jól fog érezni magát. Több külön díjat is kiosztottak a bajnokság végén, a játékosokat pedig arról kérdeztük, milyen hangulatban teltek a mérkőzések. Nagyon összetartók vagyunk, csak az, hogy mi kispályán nagyon ritkán játszunk, nagypályán szoktunk focizni hetente, és picit még szokatlan a terem, de évről évre jobbak vagyunk. Milyen a hangulat? Mennyire erős a verseny? Hogy érzed? Nagyon nagy a szint, nagyon erős. Igyekszünk felnőni a szinthez képest. Győzni jöttetek? Vagy mi a célotok a mai napon? Őszintén megmondom, nem győzelemért jöttünk, hanem azért, hogy jól érezzük magunkat, barátokat szerezünk, ismerkedjünk és eltöltjük a hétvégét a haverokkal. Eddig egy mérkőzés járt le, azt sajnos elvesztettük, de egy jobb csapat ellen. Most jön a következő. Milyennek érzed a mai napot? Erősek a mérkőzések? Elég erős csoportot kaptunk el, jó mérkőzésekkel. Reménykedjük, hogy attól függetlenül még tovább jutunk el. Megteszik a törvényt. Mi a kicsapatok erőssége? Először is a család, a Bokor FC vagyunk, a magja a Bokor család, és a Komák barátok, így összeverődve egy jó kitartó társaság. Az első helyen végzett a szovátai Bokor FC, második lett a székelykeresztúri Likör Taxi, harmadik díjat vitte haza a székelyudvarhelyi Movistar, negyedikként végzett a parajdi Főnix csapat.